próbáljuk neki a tüzet oldani, hiszen jól látszik, hogy hatalmas lábakkal ég a fentlévő összes berendezés. Egy berendezett fémkonténerben gyújtott tűzzel mutatták be a katasztrófa védők, mennyire könnyen lángra tudnak kapni a lakásokban található háztartási eszközök. A felvétel decemberben Budapesten készült. Itt pedig már egy igazi lakástűzoltási munkálatai láthatóak. A téli időszakban rengeteg ilyen esethez kell a tűzoltóknak vonulniuk. Január 1 óta az országban 350 lakástűzben már 11-en meghaltak. Tolna megyében 2016-ban volt a legtöbb, 176 lakástűz. Tavaly előtt 164-szer, míg tavaly ennél is kevesebbszer 134-szer riasztották a katasztrófa védőket ilyen esetek miatt. A közhiedelemmel ellentétben a sérüléseket, illetve a tragédiákat a legritkább esetben okozzák közvetlenül a lángok, hanem a lakástüzek legtöbbségénél a mérgező füst okoz füstmérgezést, és ez vezet a legrosszabb esetben a halálhoz. A statisztikák szerint a legtöbb tűzeset egyedül élő idős emberek ingatlanjait érinti. Ők könnyen elalszanak például sütés vagy főzés közben, de a dohányzás miatt is minden évben sok lakás kap lángra. Mindez egyébként megelőzhető lenne egy rendkívül olcsó berendezéssel, egy füstérzékelő, amit ha felszerelnek, akkor a tűz kezdeti stádiumában keletkező füstöt érzékeli, és egy 85 decibeles hangjelzést ad, ami alapján már könnyebben meg lehet fékezni a tüzeket. A katasztrófa védelem szóvivője azt mondja, elektromos zárlat miatt is sok munkája van a kollégáinak Tolna megyében. Ezért a hatóság azt kéri, az elektromos eszközök javítását minden esetben bízzuk szakemberre.